mikrofon próba, két láb. Oké. Hát minden látszódik, a nézők meg nem sokára érkeznek. Most megint elkezdem fölvenni őket, majd nem tudom mi lesz. Kéne mémet is vágni. Na, mire indul talán lesznek, ha bár most mondjuk elég korai kezdés. Mondjuk 2-t írtam meg, ha minden igaz. 2. Jó reggelt! Mindjárt kezdődik a játék is. Milyen hamar itt vagytok? Még csak 2 perc indítottam el a felvételt, azt már itt is vagytok. Na, azt ott vagyok, hogy barlangokba most nagyon nem kéne lemenni. Meg most egyébként kéne egy újabb, újraéledő bárbi, de most nem szeretnék megőrülni, eléggé jó állapotban vagyok. Viszont arra gondoltam, hogy most még több kis apró bázist építhetnék ki, lesz itt egy ilyen kőfarmolós, lesz majd valahol egy fafarmolós is, az nem biztos, hogy itt. Viszont ide is lehet, hogy rakok egy bázist. Meg még egyet közelebb így a disznókhoz, meg a mocsárhoz, tehát most ilyen minibázisokat fogok építeni, meg egyébként ide szeretnék még a bölényekhez is, hogy majd tudjam gyűjteni folyamatosan a szart. Jó van, az a lényeg, hogy mint egy nézőszám, azt így növeled, nézőszámot növeled. Viszont azon gondolkodok, hogy először a szart kezdjem el gyűjteni, vagy menjek és követ szerezzek. Szerintem a kőszerzés lesz most az elsődleges. Akkor elkezdek oda felépíteni egy ilyen állandó táborhelyet. Először is viszek magammal egy állandó helyet. És fa is fog kelleni, amiben tárolni a macacokat, a kaja az pedig, és még itt összerakok valamit, vagy veszem magammal a húst. Nemhogy. Várjunk csak. Ezek itt mindjárt tönkre mennek, akkor ezeket gyorsan berakom a tűzre. És akkor úgy csinálom, hogy kicserélem a 3-as meg az 5-ös húst, és akkor ezt fogom enni. Még fát kéne szereznem akkor gyorsan a ládákhoz. Meg akkor szerintem le is rakom a csápnak a bőrét. Ezt nekem most nem fog kelleni. A fogakat se kell magammal vinnem. Viszont az arany az lehet, hogy jól fog jönni, hogy eszközt csináljak. Bár úgyis lesz a pedivel. Jó, akkor szerintem ezt így itt hagyom, mivel fogok bányászni. Na, és akkor melyek még fát vágni, kell a láda. Meg várjunk csak, akkor kelleni fog az arany. Csinálok egy aranybaltát, 2 arany kell hozzá. Na, ez itt mindjárt tönkre fog menni. Na, és meg már is kellene kihűlni a hőtöveim. Na mindegy, akkor gyűjtogatás is lesz legfeljebb.
Szerintem itt kezdve kell gyújtogatni, meg fát vágni. Jó, előbb gyújtogatok. És most már tök jó állapotban vagyok. Ez az, fázzunk. Ó, egy virág magába. Gyere ide, virágocskám. Felnöveli az épeszemet, meg a HP-mat. Az a kőkemény egy HP, amit töltenek ezek a virágok. Szerintem tüzet rakok most így a közelbe, valahogy úgy kéne bepozícionálni, hogy minél több fát kivághassak a közelébe. Mondjuk ide. És akkor majd estéstől így még fát vágni, hogyha kell. Itt a jó hasznos esti program. Nem hoztam magammal ásót. Ja, azt nem hoztam magammal. Ráadásul, hogy elnézem egyből a jobb baltát, köztem elhasználni, mindegy, azt úgyis el tudom használni még. És még mindig azt szeretném, hogy életre keljen egy fa. Nagyon kéne nekem a élő fa. És az csak azokból a megelevenedett fákból lehet szerezni. Bár mondjuk most így egy kicsit kell sötétedni, szóval nem biztos, hogy azt kívánnám, hogy este rohangáljak egy fa elől. Max, rakok egy jó nagy tüzet. Tényleg, és akkor abban meg be is lehet kergetni. Most ilyen tábortüzeket hagyok magam után. Jó, a térkép az így nem jelzi a kisebb tábortüzetet. Így kíváncsi lettem volna, hogy akkor így húzzak-e magam után egy csíkot. Jó, remek, jön a boss. Na már akkor átverem gyorsan. Azt mondom, hogy én itt lakok lent. Remek. Akkor ide is csinálok egy tűzhelyet. Nem ilyen korán akartam vele küzdeni. Hova rakjam ide, rakom a tüzet. Gyere, boss, azt mondja, hogy én itt lakok. Én ládát is rakok ide. Csak hogy bevegye. Azaz, jön. Szia! Hogy tetszik a táborom? Ez az, tett tönkre. Inkább azt tegye tönkre, mint a föntit. Na! Legalább akkor most boss fight is lesz. És akkor most itt fog kempelni. A... hát ez úgymond új bázisomnál. Itt fönt. És akkor majd... hogyha úgy gondolom, akkor nyugodtan megküzdhetek vele. Amit majd szeretnék is megcsinálni, ugyanis meg kell ölni ezt a boszt. Talán itt az út mentén. Itt föl lemozgás. Amint fel kell a nap, kihívom. Nem is tudom, mit kéne csinálni este. Valószínűleg elkezdek így gyűjtögetni mindenfélét. Belakmározok. Tényleg, ezzel el lehet oltatni. A pajzsom az meg itt van. Jó, helyes. Na, szóval lesz egy ilyen kis boss fight, és hogy kicsikét ezek a bossok olyanok, mint a Dark Souls-ba. Szia! Boss fight fog következni, amint fel kell a nap. Kinyírom, legyőzöm. Legalábbis ez lenne a terv. Hogyha nem jön össze, akkor... egy kicsit szíves, de szerencsére van itten két újraéledőm még, amiket nem aknáztam ki. Akkor ezt is így craftolok előre egy ilyen tábortűzt, hogyha esetleg netán úgy adódna, hogy még ezzel az újraéledő amulettel is meghalok, akkor le tudjak rakni tüzet a újraéledőhöz. Ó, egy másik akkal vagy? Tényleg?
Azt nem tudom, most beraktam újból ezt a szubos boxot, a lilát, ami kiírja, hogy mikor ki iratkozott fel, és kíváncsi vagyok, hogy egyszerre működik-e akkor ezzel a robbanás effekttel, vagy nem. Hoppá, közben meg mindjárt meg fogok fagyni. Az azért mondjuk még érdekel. Ha ki tudod próbálni, akkor örülnék neki. Legalább látnám, hogy működik. És akkor ilyen pillanat itt fönt kempel a boss, az úgymond új bázisomnál. És akkor mindjárt meglátogatjuk. Közben itt gyorsan átcsoportosítom a dolgokat. Felkészülünk a harcra. A fa meg a szén az nem fog kelleni. Mivel itt most nem teszi tönkre a fönti bázist, ezért költöztem most le, amint hallottam, hogy jön, akkor így egyből rohantam lefele. Tényleg, akkor csinálhatok egy új állandó tábortűzhelyet is, remek. Azt, hol van az út? Itt van lent. Tök jól látszódik a hóba, remek. Na, itt járkál. Ott van. Ő a boss. Voilà. Nézzük. Ez valami nagyon brutális eszköz. Bealszik tőle szinte minden élőlény. Jó. Gyere! Aucs! És nem vettem fel a pajzsot. Jó, hogy figyelek. Gyere! Jó, egyet támad. És akkor az úton elég gyors vagyok, hogy lehagyjam. Aucs! Jó, többet üt. Okosabban kell taktikázni. Nem vagyok elég gyors. Ja, valami olyasmi. Na persze, most egész végig tudok majd live-olni. Egyébként, hogy akarnád bemutatni a csatornámat? Milyen epic felvezetést gondoltál ki nekem. Egyébként talán így ezen sokkal vízszintesebb az út, itt könnyebb lesz legyőzni. Gyere! Gyere lefele! Erre az útra gyere! Jó, az a lényeg, hogy az úton rohanjak. Hát akkor gyorsabb vagyok, és akkor képes vagyok kicselezni. Látjátok, pont annyi hal több sebesség kell, amennyit az út biztos. Azt a méheket is megölte. Remek, én pedig ott hagytam a cuccamat. Jajjaj! Közben itt meg elkezdek fagyoskodni. Na, azt itt megsütöm addig. Van időm. Hol vagy, boss? Hova tűnt? Haver! Ahó! De nem, tényleg, hova tűnt? Oké, szia! De hova tűnt? Nem, tényleg, skacok, hova tűnt? Ti látjátok? Én nem. Kéne egy ilyen boss kijelző, ami így jelzi, hogy merre halad. Megeszem a virágokat. Pedig végre lehoztam erre az útra, ahol van esélyem. Semmi, elment a szarvas botos yeti. Egyébként tényleg kéne, hogy így a térképen kijelezze a fejét, vagy valami. Hát akkor most nem tudom, hogy hol tűnt.
És az a baj, hogy úgy is kell melegednem. Amiket tök jó a pajzsal, azért sokkal kevesebb HP-t vesztek. Az a baj, hogy azért vesztettem az elején olyan sokat, mivel nem volt rajtam a pajzs. Oké, felveszem a táskámat, az lesz a biztos, a legbiztosabb. Mert abban vannak cuccok, és akkor tudok csinálni új tábortüzet. De esetre ezt is viszem magammal. És akkor azt mondja, hogy mindent úgy forgatok, ahogy eddig is szokott lenni. Azaz nem így szokott lenni, hogy állt régen. Így volt. Így volt? Á, így volt. Voilà. Szeretem a... mindig ugyanabban a helyzetben visszafordítani, mert így edzem meg a dolgokat. Tehát meg azt jegyeztem meg, hogy ettől felfele van. És hogyha így elforgatom, akkor ettől így most balra van. És inkább legyen ez az alap, amit megszoktam. Még azt tudom elképzelni, hogy visszament oda, ahol először lerombolta a bázist. Az úgymond bázist. Ez igazságban csak aha, itt van. Már viszont nekem kéne a táskám. Kedves koma. Abban vannak a cuccaim. Na, aludjál. Kéne puskaport is szerezni. Az a baj, hogy a pingvinek viszont csak most érkeztek, nem régibe. De egyenlően nem tudok puskát csinálni. Azzal tök jól meg lehet trollkodni, az rengeteget levisz a HP-jából. Na most viszont szerintem nem biztos, hogy megpróbálkozok vele újból. Amikor jön, akkor jó lenne leköltözni ide, mert ez itt tényleg egy egyenes út, és akkor egy hatalmas síkterep van, ahol nyugodtan tudom püfölni. És folyamatosan menekülni tőle, meg kéne egy rendesebb téli felszerelés, és most egy kicsikét korán jött. Na, szia barátom. Na, elpusztítod ezt a tüzet? Nem. Milyen kedves. Viszont addig nem megyek bázist építeni, amíg itt van, mert akkor nem félek, hogy lerombolja azokat is. Minden, amit építesz, az jön és elpusztítja. Mondjuk ezt a kis tüzet szerencsére nem, az ilyen tartósabb dolgok. Már. Szerintem nem megyek a pölényekhez addig. Ja, szerzek egy kis farmra valót. És akkor tök jó ezzel be tudom altatni, csak az a baj, hogy még nem tudok eleget sebezni bele. Azért kéne a puskapor. Az viszont tojás kell, legalábbis ilyen romlott tojás, már nem tudom, hogy hol van. A receptje az elméleg itt van. Ja, de az meg kéne egy másik masinához mennem. Itt tudom, a kettesbe lehet kikutatni? Itt ebbe lehet kikutatni a puskapor receptjét. És akkor ahhoz kell... kell ilyen kén, amit a tojásból lehet kapni, vagy miből. Tudom, hogy kell hozzá tojás is. Aucs, kifagyott a fákjánk. Vagy nem, teli van az inventorunk, az volt a bajod. A fákja az most csak most fog kifagyni. És perc, amikor felveszem az újabb fákját, akkor így fogja, és abba hagyja az előző cselekvést. De szerencsére most már két kaptárom lehet. Ó, sziasztok. Na, majd ide kéne lerakni egy állandó tábortüzet. Kibányászom azt a követ, azt abból lesz. Ó, hogy itt közben párzási időszak van. Akkor ilyen sokkal agresszívabbak. Jó van, akkor ide is majd később jövünk. Mindenesetre az állandó tűzhet, azt azért elkezdhetem legyártani. Legalábbis elkezdtem hozzá összegyűjteni az alapanyagokat. Aló, remek, fázunk. De még az arancsákányt is el kéne használni, meg a simát.
ilyen nagyon szolidan. Az a baj, hogy most nincsen nagyon sok minden, amit lehetne tenni most. Az a baj, hogy a boss az most nem fog átengedni. Mondjuk át is mehetnék, de nem akarom a bázisomhoz vinni. Itt lent túl sokat nem ügyködhetek, mondjuk utána disznót ölni lehet még. Viszont az a baj, hogy most sikerült levinnem a HP-mat. Szóval most lehet, hogy most csak egy ilyen kis szolidabb 4-5 nap fog következni az az időszak, amíg itt van még ez a boss. Tényleg, pókot ölhetek a környéken. Szerintem talán... ide kéne rakni a állandó tűzhelyet, azon gondolkodok. Vagy ide bejár, de akkor meg már a pókokhoz. Viszont a bölényekhez kéne, a bölényekhez fogom rakni először. Meg az úgyis közelebb van a... amrak az összes többi táboromhoz. Ezt itt megmelegszek még a tűz mellett, amíg fel nem kell a nap. Ezt is itt megsütöm. Minden egyes sült kaja fontos. Igaz, hogy nagyon keveset, de azért növelik a HP-dat, és hogyha folyamatosan sütöd őket, akkor sok kicsi sokra megy alapon, visszatöltődik teljesen a HP-t. A mézt azt meg meghagyom, az majd később jobb lesz a mézes kajákhoz, azok is rengeteget töltenek. Mert jó sokáig eláll a méz. Azért is hasznos még. Szerencsére, mivel itt lent voltak méhek, ezért majd itt lesznek valószínűleg virágok. Majd vissza tudom tölteni az épeszemet, hogyha meg nem, akkor a pókoknak a fonalát fogom felhasználni egy újabb cilinderhez. Jó, az ilyen nyuszika. Sajnos nem vadásztak le titeket. Még nem vagyok eléggé zakkant hozzá. Igen, finom a méz. Azért is még növeli az épeszünket. Van még egy kő, abból pont tudok csinálni egy ilyen állandó tűzhelyet. Itt szerintem betakarítom az összes füvet. Befüvezünk itten. Most tényleg nagyon azon gondolkodok, hogy hova lenne érdemes lerakni a tüzet. Az a baj, hogy most csak ez az egy lesz. Mennyik az is lehet, hogy majd így idővel így telerakom az egész pályát ilyen tűzhelyekkel, pont itt télire. Mégis itt tudok vadászni nyulakra. És valószínűleg itt lesz a legtöbb nyúl. Ide epikusan berakom középre, ahol volt ez a... alkatrész a kapuhoz. Szerintem ide az úthoz. Ahol ide. Nem, lerakom ide. Ide középre. Mert most úgyis itt fogok dekkolni, szerintem egy jó ideig. Itt az út mentén. És itt tudom melegíteni magamat. Meg a köveimet. Nagyon kifogytam a fából is. Kéne csinálni. Meg is szerezni. Legalábbis ilyen kis sima tűzhelyet akarok gyorsan lekraftolni. És akkor majd itt tárolom. És akkor ezeket a fákat most ez egyszer visszaültetem, ugyanis itt nem nagyon hiszem, hogy olyan sokat fogok járkálni, hogy csak úgy életre keljen egy fa. Viszont, hogyha majd ide tévedek, akkor meg pont, hogy fognak kelni a kiválgató fák. Hol az ása? Meg mindig kereshetem a felszerelésemet. Sosincsen meg. Viszont lassan kezdek megörülni. Ami most szoszó. Mondjuk akkor egy rohadt sok fát össze fogok gyűjteni. És majd eltárolom a dolgokat.
egy ládába, most úgy is vágom a fát. Csemete. És akkor ugye elkezdem látni ezeket a hallucinációkat, akkor ide visszaköltözök, csinálok egy hatalmas tábortűzt, ami bevilágítja az egész környéket, és akkor valószínűleg úgy már le fogom tudni győzni őket. Valószínűleg így sokkal könnyedebben. Pizza. Hol az ásom? Ó, remek. Nekünk tüzet. Nem hoztam... Ja nem! Már az is tönkre ment szerintem, az a nyúlfüldéd. Az a nyulas. Sajnos. Na mindegy, akkor gyertek pókok. Beletek el szóratokat. Gyere! Meg lesz a napi kaja is. Gyere közelebb a tűzhöz. Ha ott vagyok. Gyere! Játsszál velem! No, pókicák, az a baj, addig nem támadnak. Úgy már nem támadom a fészket. Ó, már mindent megöltem. Hol van még, lent van egy fészek, az a baj, viszont... Vissza kéne mennem a tábor tűzhöz is, mert a kövek nem melegedtek föl teljesen. Ja, ez most csak a napi kaja lesz. Most nem, szerintem a fűvel fogok begyújtani itt most. És szerencsére az lesz bőven ezen a területen. Szóval most inkább azt használom fel, mint az értékes fát. Az most itt sokkal ritkább ezen a területen. És itt fogok dekkolni egy ideig. Kicsikét lehetett volna később a boss, de tényleg. Úgy készültem, hogy meg fogok vele küzdeni. Csak kicsit később. Épp azon gondolkodtam, hogy hogy is miként kezdjem el legyőzni. Az, abban biztos voltam, hogy út mellett leszek. És akkor arra gondoltam, hogy nem mehetnék ehhez a táboromhoz. És akkor azt, hogy nyugodtan tönkre teheti. De azt alapból úgy építettem, hogy oda jönjenek a baszok. Csak most előbb jöttem. Ugye el is indultam így lefele. Meg azon is gondolkodtam, azért akartam először itt építeni egy bázist, egy ilyen köveset, mert itt valószínűleg raktam volna egy sima kőtűzhelyet, meg max egy ládát, és akkor azt is tönkretett, és itt is vannak utak. Szóval alapból azt terveztem, hogy vagy itt akarok vele megküzdeni, vagy itt. De mivel amikor itt elkezdtem vágni a fákat, és hallottam, hogy jön, na jó, akkor gyorsan ide le egy bázis, még mielőtt bármit is tönkretesz. Most ennek köszönhetően itt dekkolok. Na, legalább most már halózom a nyulakat. Akkor csinálok bumerángot. Egy kis mentésilag. Na, meg lehet, hogy kéne majd még egy láda is. Most sima kő is kéne ahhoz a gyógyítóhoz, még hamom sincs. Vigyön magába. Most itt gyorsban nincsen valami, amit tudnék csinálni, hogy legyen épveszem. Tudok csinálni papírt. Remek. Mondjuk a jó minőségű kaja az képes lehet gyógyítani. Nem sígy az eszemet. Valószínűleg az lesz ebből, hogy még jobban megőrülök, és akkor ezeket a zárnyakat fogom majd ütni. Így is van pajzsom, meg egy erős fegyverem. Tényleg, ha sok nyúl van, akkor lehet, hogy nem is a bumerangot fogom használni, hanem egyszerűen elalthatom őket. Meg 22, mindjárt teljesen megzakkanak. Nem akarsz megtámadni? Ilyenkor olyan lelkesen támadtak ezek a vackok, de tényleg, amikor lent voltam a barlangba. És meg nem jönnek így.
fogják és megvárják, míg így összehalmazódnak, jó sokan lesznek, azt megint így rám támadnak. Lesznek nagyon kedvesek. Gyertek, én nem bánom, a lélek is jó lesz. Éles. Támadj már rám. Vissza akarom kapni az eszemet. Jó. Itt megyek körbe-körbe, és itt zakkanok meg. Őrült szakálaskó. És minden halus lesz, de mondjuk az nem probléma, legalább akartam vadászni a nyilakat. De most komolyan, itt van és nem támad meg. Akkor már rég megszoktak támadni. Rámugranak ezre. És mert amikor egymaga van és visszakaphatnám, tök könnyen én azért a szemet, akkor nem. Nyomácsra látom most már. Ha a pókok meg visszamentek, akkor most elbütném őket itt. Mondjuk megütetem a fészket, de akkor meg többen jönnek ki. Mindegy, megyek a nyulakat szedni egyenlőre. De gyorsan kocsinálok egy lehadát is. Van még valahol fölös fa. Most ilyen nagy, amit nem vágtam még ki. Robottal csinálni még egy lehadát. Jó, és akkor még ilyen tábortüzem is lesz. Hol van az A sor? De tényleg. Mindig máshova rakja. Oda megyek az állandó tábortűzhöz. Így is voltak közelben egy pár nyúl. Levadászhatom őket. Remek, szörnyűs. Hát egy biztos éhen halni nem fogok. De most a szörnek jobban örülnek. Meg még mindig az jó lenne, hogyha lenne élő fonák, azt kell a gombá. Hát a gombatelephez. Akkor így termeszthetem a gombát, és akkor azzal tök könnyedén visszajutolhatom az épeszemet. Zöld gomba az nagyon gyorsan tolja vissza. Na végre egy ször. Köszönöm. Na kezdve meg kihűlni a köveim. Azaz, épp ezért jöttem vissza, nem akarok megfagyni. Élek, jó lesz. Hova? Ah, magok, magokat én akartam. Egyelőlte volna a HP-mat. Nagyon sok mennyiség. Tényleg, van nálam barot, ha nincs nálam barot, ha te csinálhatnék. Most viszont nem fogok. Ah, mindjárt lesz itt egy kergetőzés itt. Azaz, ott már megelevenedett. Na gyere. Már inkább. Pajzsot is kérem. Na gyere. Ouch. Nem nagyon látom, jama... Oké. Most rémizgat. Először támad, aztán egy felmelkedik. Na hát, nem túl sokat töltött vissza. De esetre még mindig haluzom a nyulakat, szóval nem részes. És akkor majd ez lesz az esti programom, hogy ezekkel küzdök. Remek. Tök élvezetes lesz. Meg most már a nyulak is bementek. Ami elég szomorú, mivel akkor most nem tudom vadászni őket. Mindenesetre most már ide lapok egy látát. Ide. Most ide összegyűjtöm a lelkeket, meg mindent.
összekombinálom őket, és így rakom be egyszerre. És nem kell így külön-külön felszednem őket. Mert a szőrt is ide berakom, de mi az, ami nem fog kelleni nekem még. Mondjuk még egy bumerangot is berakok. Most így egyenlőre elegendő, ami nálam van. És akkor gyorsan, amíg nem megy le teljesen a nap, addig itt azt hiszem a maradékét. És akkor ezzel be tudok gyűjteni estére. Szóval, hogy elnéztem, ilyen 12-nél támadtak meg. Ami így elég kicsi. Szóval minden meg ilyen homályos, meg sötét, meg szürkés, meg ilyen végmész több lesz. Amiket tök érdekes lesz ilyenkor a világkép, tehát ilyen minden ilyen kicsikét szintelenebbé válik, viszont a piros szín az itt kiemelkedik. Ezt így megfigyeltem, a bogyók azok így mindig jobban látszottak. Van nálam fákja? És egy kicsikét így kijebb megyek. Azt mindjárt elérem a 13-at. Az ott már támadható, hogy van 15-15-nél támad. Ó, ráadásul közel jöttem ezekhez a nevajás virágokhoz. Kéne rakni a tűzre. Nincsen semmi olyan, ami nagyon nagy lángalék. Az ott akarja ellopni a tüzet. Na gyere! Leszünk lélekkel. Egyébként annyira frusztráló, hogy ilyenkor alig látszódnak. Mert kezdek így megőrülni. Már csak egy ütés, vagy kettő. Nem számoltam. Na, egy. Soha keveset is ad. És akkor már is ott jött a következő. Mondom, meg lesz az esti program. Hány pokfonalam van? Ja, elhasználtam a bumerangokra. A pokok meg lent vannak. Na mindegy. Mondjuk, ha meg tudnék borotválkozni. Viszont az a baj, hogy azért nem borotválkozok most, igaz, hogy felvinni az épp a szemet, viszont a minél hosszabb a szőröm az is így egyre jobban véd a hidegtől, szóval most télen érdemes így növeszteni. Ezért most inkább megmaradok ebbe az övünk helyzetbe, és még pokfonalam se lesz, viszont majd a végén, amikor ilyen jó hosszú lesz a szakállam, akkor majd fogok fogadni. Egyet gyógyítok magamon. Tényleg, hol aztán? És megsütöm gyorsan. Legalábbis párat megsütök. De a sült fél az mindig gyorsabban romlik. Nagyjából visszatoltam a gyomlocskámat. Hol a pajzsom? Én a pajzsom. Jóra meg 15, most már megtámadhatnak. Azaz. Itt van a támadás jár. Egy. Kettő. Három. Négy és dögölj. Ó! Oh. Hogy? Anyavajás. Hat. Hat fog kelleni. Szerencsére nem fogyott olyan sokkal a HP-n. Jó ez a pajzs, egyébként tök olcsó is legalábbis, könnyen beszerezhető az alapanyag, ami... Tehát csak fa kell, meg rengeteg fű. Összesen két kötél kell hozzá, az 6 fű és 12 fa. Szóval én most meg nyulakat fogok vadászni, és azok is így a lelket fogják nekem adni. Na gyertek elő, nyusszikák! Na, nem jöttek? Meg minden olyan
szörnyű, hogy ezt rémálom, ez az egész szerep. Ma várjunk csak. Jaj, ne. Visszatért a fű. Azaz nincs hó. És a nyulak se jöttek elő. Szóval véget ért a tél. És ez annyit tesz, hogy véget ért a tél, hogy jön a tavasz. Egy szóval eső nem érdekeltlen mennyiségbe. Jaj, remek. És akkor az is meg fog ördíteni. Szerencsére most itt vannak még nyulak. Hol a bumerangom, azt is fent hagytam a táskába, mi? Azaz, itt hagytam, mondtam, hogy ügyes. Gyere, nyuszika. Gyorsan levadászom őket. Hát, ha adnak szört. A lelket ott hagyom, tényleg abból már teli vagyok. Lelket adnak. Hány napot szenvedtem itt? Kettőt? Kettőt, hármat? Ja, mivel ott volt még a másik nap is, amikor ott tettem a bossza. Akkor még egy pár nap mire el fog menni. Viszont valószínűleg úgy érzem, hogy lehet, hogy a negyedik nap fog elmenni. Mivel most hamarabb megköszöntött a tavasz. Lehet vissza is megyek majd következő reggel. Már magokat kéne megsütni. És akkor lemegyek még vadászni egy pár pókra. Meg azon gondolkodok, hogy lehet, hogy felhasználom azt az újraéledő amuletet, csak azért, hogy az épp veszem az ilyen 50%-on legyen. Mivel újraéledő, és akkor így 50-50-50, ezek lesznek a statjaim. Vaj, az meg most van dögivel. Még mindig. Hát én nem éhezek. Ez az új fókvészek. Nekem most fókfonalat adja. Kérlek szépen. Míg a 20-at meg felveszem, mert azt meg megennék előlem. Oké, állok. Gyertek! Kiért ezt felhasználom most. Csak kettőt megbetalom, és akkor lesz hely még a kókfonálnak is. Közben mindjárt elérem a 15-öt, mert elköszönjük a tábortűzhez. Eddig jó. És a kutya is jön, kutyák! De jön, most küzdöttem meg a pókokkal. Nagyon olyas kutyák. És ott van a vizen nyáron kutya. Remek. Állj, meg fogok állni. Várj, nem. Pirat, kezdjetek el mindannyian ugatni. Távol tőlem. Közben már van a táborom. Gyertek. Jó éjszakát. Nem csak jel ezen a húson. Helyes. Te is idejössz, mi? Most már te is támadsz. Na, emberek, ez itt a Dawnstar. Kész, őrület, kutyák, éhezés, hideg, fagy, minden, ami megölhet. Ez mindjárt nem fog sötétedni. Mindjárt megfagyok. Van, takarodsz. Na, jössz még? Tudom, hogy itt vagyok közelbe. Gyere. Azt hiszed mi? Na gyere. Visszaadod az éppeszemet. Azt, köszönöm. Kettőt dobott csak. És mindjárt megörülök, hogy bajjon a következő.
Na, szóval, Don't Stand. Remélem meg mindenkinek tetszett. Jó, a csárba is mindjárt kezdtem menni. Mehetünk le majd úgy bele lent a macsárba. Még szentére sokat hoztam fel háromat, szóval van még tartalékba kettő. Az... Gyere, hol vagy még? Nem dobtál lelkeket, és még mindig örült vagyok. Jár is nagyon örült. Az. Tessék, 11 lélek. Te meg most már nem támadsz meg, mi? Nem vagyok elég szakkant neked. Ezt a kutyák meg lent vannak, lent alszanak. Na, ezért hasznos ez a tárgy. Van bírjuk még akkor. Az a baj, hogy a szörny is az nem dobná fel a HP-mat. Akkor mi ez az igen? Nem sokkal. Hárommal. Az eszemet meg nem növeli. Ellenben a mézes kaja, igen. Szerintem a mézet egyelőre berakom ezt. Meg ezt is, ez se fog kelleni, azt a... Ah, még a kutyákat gyorsan le kéne lenni. És majd így reggel. Ez most már biztos elment a bassz. Történnek itt a dolgok. Ha az nem vagyok még elég örül. Takarodj! Ezbe felkelhetne már a nap. És tök jó, még ilyen átmenet van, tehát ilyen félig tél, félig tavasz, szóval még mindig kellenek a hőkövek a tél miatt, a nyulak meg már mindjárt be fognak bújni a tavasz miatt. Szóval még most kéne gyorsan levadászni őket. Tényleg lehet, hogy a kezembe veszem a másik bumerángot is, hogyha már a nyulakat vadászom, hát ez mindjárt tönkre megy. Közben itt van a többi kutya. Ezt itt ledobom nekik. Azt befagytam. Ezek a fagyos kutyák bezzek. A fagyos gyémántot azt nem adja meg nekem. Fogakat be. A hús az. Jó, és marad. Ezt megnézem, hogy vannak-e még nyulak. Akkor szeretném gyorsan levadászni. De mindjárt a csápom is tönkre megy. Most már szerintem lehet, hogy végleg bebújtak az üregeikbe. Tavasszal nem jönnek elő, az a baj. Ez ilyen párzás időszak, hogy bent vannak az üregekbe, azt annyi. Itt van helyből élből 6 lyuk, és abból egyikből se jön ki. A fehér kutyák azok a fagyos kutyák. És azoknak más képességük van. Háromféle kutyatípus van. Van a sima, általában azt számolt rád először. Az 150 élettel bír, és nincsen semmi extra képessége. Akkor utána meg van a másik kétféle típus, az pedig a fagyos, meg a tüzes. Közben akkor megcsinálom a cilindert. A fagyos az befagyaszt téged, tehát a fagyos az előző módon befagyasztott, az úgy látható volt, és az adja nekem a fagyos követ, és akkor van még a tűzkutya, ami meg lángra kap, hogyha meghal, az meg tízes követ ad, nem pirosak. Szerencsére annyinak azok jönnek elő, viszont most már sokkal a később. Ó, gyere, azt meg gyorsan. Jó, és egy szíjat kaptam. És tessék, már is elkezdett esni, még jó cilinder van rajtam. Mert ott megy be. Szóval itt van nekem egy bagos kutyám. Egyébként majd ezt szeretném majd emotikonnak, majd így elforgatom, hogy így pontosan fent legyen a kutya. És akkor jöjjön lefele. És akkor az lesz, hogy majd
nem tudom, hol volt valahogy, ott volt, vagy arrébb volt. Még szeretném mindig megmutatni, hogy hogy tervezem. Ezt kérem. Azzal majd megint meg fogok küzdeni az őrülettel. És viszont a cilindert magamon hagyom, mivel az még az eső ellen is véd. Az itt lesz talán akkor az a kutya. Itt nekem van egy ilyen különleges bevagolt kutyafajtám. Úgy hívják, hogy nyilvános kutyája. Ez lesz a faj hivatalos megnevezése. És hogy sétálnak, rohannak, ahol a pályaszél, és minden esetben nem fogom megkeresni. Tehát jó lenne mi hamarabb visszamenni. Meg hogy elnézem, a kövek is mindjárt hűlnek. Én azok, hogy nem biztos, hogy feltöltöm, inkább megyek azonnal haza. Ott meggyújtok egy pár fát úgy közte. Hú, meg ott vannak még a törények is, a szarjukat is össze kéne gyűjteni. Betolom a mézet. Szerintem az lesz. És akkor a helyet majd hozom a szart. Tehát jó, mire érdemes lecserélni a mézet szarra? Hú, zöld bomba! Jó lesz az őrület ellen. De az közben a kövek azok meg ülnek. Szóval még hideg van. Ahogy meg elnézem, ott már megvan az utód, szóval szapulat meg volt. Most megesszük helyből élből. Közben akkor felveszem a egyéb farm készítő alapanyagokat. Az egyéb farm alapanyagokat. Nevén, illetve farm. Közben hogy elnézem, itt kezdenek egész sokan lenni. Legalábbis ezek itt az elején hányan voltak, ketten, most meg vannak már négyen, következő alkalommal még több lesz. Közben ott van a másik tábor, ott meg már alapból többen voltak. Már nem is várom meg a tüzet. Egyre jobban kezdek örülni. Szerencsére most egész sokat visszatoltam virágokkal. Nem van meg most még egyet taptolni. Önket annak ellenére, hogy egyszerre támadtak rám a kutyák, egyszerre jött az őrületből a szörnyek, és közben jött a téli hideg, egész jól bírtam. Arra meg. Na várj, fákjára tészbe. Ezt elhaladott inkább. Csak még egyet. Képes vagyok így egyből megenni. Akkor egyből berakta volna az inventorimba, az a baj. Hol volt a szarom? Hova szartatok? Most végre az eső is elállt. Remélem nem fog lejjebb menni a hőmérséklet. És elkezdett havazni. Akkor most tél van, vagy nyár? Valaki mondja már rá. Mindegy, visszamegyek a táborhoz, most már csak azért el kell, azért is el kellett volna mennie. Viszont ott ledobtam még egy kevéske farm alapanyagot. Ez meg az utolsó. Ezt már nem akarom lerakni. Helyette úgy fogok életbe maradni, hogy a szén. Ezt itt önmagában meggyújtom. És akkor ilyen kisebb tűz viszont ugyanúgy melegít. És mondjuk ez így elég sokáig bírja. Mondjuk ezen nem lehet sütni. De azért ez is így több feltöltje a köveket. Hoppá. Közben rám sötétedett. Még egyet. Hoppá, ugye vagyok. Most kell rakni. Sőt, több. Akkor legyen már így. Kicsit távolabb. Ezért ez is meg tud égetni. Sőt, mi több? A sima tűz nem tud megégetni, az meg tud égetni. Miről jut akkor a szembe? Hoppá.
közel megyek, akkor jobban fűt. Mindenesetre már nem találtam meg a maradékot. A maradékot. Na, itt viszont volt még egy. Ah, ez is most csináltad a... M2-t nem láttam, hogy ott volt. Egyszerűen csak nyomtam az akciógombot, hogy vegye föl. Hogyha van, és mivel volt, ezért fölvette az akciógomb hatására. De most már csak eltűnt a boss. Jó lenne visszatérni a táborhoz. És esik. És tök jó, most már újra nőnek a dolgok, a növények, meg minden. Már csak az esővel lesz meg itt nem bajok. Mi van, béka? Engem akarsz? Tudom, hogy engem akarsz. Különben nem ugrálnál felém. Tényleg. Mehetek ide pillangók. Pillangót is levadászunk. Amint észreveszem, hogy az egyik földre érkezett. Nem támad! Aj! Nehéz őket kifókuszol. Gyere pillangó, nem bántalak. Csak tudom, hogy fehérjével vagy teli. És hogy finom vagy. Az abban egy éve ezelőtt, mire leszállnak. Szerintem én ezért is nem szoktam pillangókat vadászni. Egy éve ezelőtt, mire leszáll. Mondjuk virág is kéne hozzá. De még akkor is. Mondjuk volt ott van még felesleges szar. Hát akkor tudok csinálni még több farmat. Ó, viszont most már túl jó a józansági állapotom. Ó, hogy elnézem, itt volt egy kis pusztítás. Valószínűleg a boss kivágott egy fát. Na, jó van, ültetek ide. Na, várj! Ja. Á, védjük a fákat. Weaver itt fél valamitől, itt valószínűleg életre kelhet az egyik. Akkor szokta ezt mondani. Szóval meg visszamegyek oda. Ott lesz majd az a fa, aki mindjárt meg fog elevenedni. Ráadásul megvan a leghosszabb szakáll, ez konkrétan 6 pókfonál. Gyakorlatilag visszakapom a cilinderem. És akkor most talán még örülni se kell. Hát tényleg itt a nyulak azok így, és már nem is jönnek elő. Ott meg megrohadtak a dolgok. Nem így távol voltam. Ó, viszont az eső, meg a hideg. Na, gyorsan menjünk vissza. Rakjunk valamit a tűzre. Rakok szemet. Végre. Otthon, édes otthon. Itt összekombózzuk azt, hol az esernyem. Azt is kérem szépen, köszönöm. Na, most már nem fog nekem ártani az eső. Hogy gyűjtöttem a szőrt? Ó! Itt mi történt? Mondjuk én nem bánom. Hogy elnézem, nem túl sok fiást kaptam. Viszont ahogy elnézem, van pulyka is. Ó, az hiszem, hogy ez megy tönkre. Akkor, várjám, ezt fel akarom száradni, a pulykát meg össze kell venni, így kell. És akkor abból is lesz egy jó kaja. Reményeim szerint. Ez meg ott pont szört adott. Meg még egy hús. Sima hús. Egy szörnyhús. Most már ezt is megsütöm.
tudom, volt még egy fölös ilyen szörszálom. És akkor már meg tudom csinálni az új, újraéledő bábomat. Na, és akkor már farmálkodhatunk is. Van nálam még mag? Legalábbis így itt. Ja, a fölösbe. Most szerencsére már hosszabbak lesznek a nappalok. Fene. Jó, persze, nincs helyem. Meg nem sokára csinálhatok egy ilyen pánik szobát. És már elég sok ilyen farkast megöltem hozzá. De először akkor most legyen az újraéledő. Várj, ahogy hús is kéne. Akkor le kéne menni disznókat is ölni. Tudom, Chesterbe raktam a... Igen, ott van. Minden mennyiségbe. Azt mondja, mi kell nekem még. Ott tárom a fogakat. Meg minden egyebet. Tényleg, akkor most már borotválkozhatok is. Hol a borotvám? Jó, és ezt a rossz fegyvert, ezt így lerakom ide. Mert mindjárt tönkre megy, az már csak akkor fog tenni, hogyha jönnek a kutyák, vagy valamiért elmegyek valamit a vadászni. Milyen kis semmiséget. Ó, ez az villámi. Mert lassan teli hold lesz, ha minden igaz. Ó! Kész, akkor összesen van 47 lelkem. Gyorsan még nem tudok ültetni. Pont van elegendő helyem. És kéne nekem egy dragon fruit, de tényleg. Hé. Jó van, akkor így fogok. Akkor is elültetem még itt a maradékot. Nézzük. Tároltam én a kulát. Ott volt. Jó, és akkor majd tudok csinálni farmat, vagy várj. Ezt így helybe le tudom gyártani. Jó, így egyet. Akkor most már ezt is. Berakom valahol egy puskaport. Mert minket ez nagyon kevés. Egy puskaportból nem lehet túl sok mindent csinálni. Ah, ahogy elnézem, Bloomer újból csinált nekem ide. Van Bloomer. Na, hol az a sárnyám? 1%-os fákja, tudod mit ezt már elhasználom. Csinálok egy ilyen... Na várj. Padlizsános kebabot. Ne várj, az nem lehet oda. Talán így jó lesz. Gyere ide. Tolt fel az eszemet. Meg akkor megint... Tényleg, nem megyek lent. Lent mondta Weaver azt, hogy Protect the Woods. De a tree... Vagy mit mondott? Fát vagy? Fát. Tehát... úgy fát, hogy mint a lapanyag, vagy mint az élőlény. Én is a fák élnek. Akkor már ezt az ügyet is ledobom. Jó, sokáig is sugadt a kaja. És akkor itt van. Kebab! Nyami. Még valamit rárakok sülni. Mondjuk még egy kebabot. Szent hússal. A vár. Hoppa, csak egy lehet. Legyen krumpli. Meg akkor ezt is visszarakom tényleg. Lerakom a fölösleges dolgokat. Az ott meg most már megromolhat. Annyira azt szerintem nem fog kelni. Mondjuk
Vakon, tényleg tudnék már ölni vakonot, van nálam? Ja, van nálam fullánk, van nádom. És akkor azt mondja, hogy fegyverek. Igen, most már leveszem. Szaltatóhoz kell a fekete toll, akkor majd le is fogok menni vakondot vadászni. Következő projekt, a favágás után, innen megyünk a disznókhoz, disznót ölni. És akkor abból meg lesz a... Aztán még mindig nem balatlálkoztam. És akkor abból meg lesz az újraéledő bábú. És... akkor majd még a vakondokat is le fogom vadászni az ottani környéken. Itt van a bíber valahol, hogy védjük a fákat. Remélem, hogy mindjárt életre kell egy. Vagy azóta nem költözött el, mert lehet, hogy ezek meggondolt, mert ezek is életre tudnak kelni. Na, most nem kell védeni a fákat. Egyik lejjebb volt. Valaki nem akar rám támadni fa, esetleg, véletlen. Ez egy pont most nőtt meg, hát megérett a kivágásra, majd gyerünk valaki támadjon. Az attól félek, hogy lehet, hogy most már eltűnt ez a... Hát... Nem tudom, hogy fogalmazzam. Event, hogy itt él legyen újra a fa. Mert most nem mondta Weaver. Kéne neki esni a fának. Akkor így kihangsúlyozza, hogy véden kell őket. Na mindegy, úgyis kell fa az újraéledő bábúhoz is, meg most rengeteget elhasználtam. És komolyan sehol se támad rám egy fa se. Itt vagyok a 73. napon. Ilyenkor már tényleg, tényleg már rám támadhatott volna. Máskor ilyenkor már rég az életemre törnek. Konkrétan itt már, itt végig erdő volt, nem tudom emlékeztek még, ezt itt mind kiírtottam, és olyan egyik se akar revansot venni. És már annyira félnek tőlem. Azt a világot ott hagyom. Na, akkor projekt van. Neki is ne ennyit. Azt mondja, hogy... A madártól kell nekem a fekete. Jó, ebből lesz akkor nekem most ilyen... Haltató dárda. Ja, nem tudok többet. Oké, egyelőre ennyi elég. Ezzel majd le tudom vadászni a vakondokat úgy, hogy... vakond formában maradjanak meg. És akkor tudok csinálni majd sapkát is. Lesz mindjárt valahogy mutatom, hogy mit akarok. Van nekem egy ilyen... Jó, akkor kézbe kell hozzávenni az alapanyagot. Vagy azt majd a későbbi... Várj! Ide megyek ehhez, mivel itt tudok legtöbbet. Nem, itt nem engedi azokat. Akkor itt tudom legyártani? Á, itt van. Ja, nem, az másik. Ja, nem. Akkor mit? Ahhoz két vakont kell, akkor mi bár? Viszont igen, ezt akarom, viszont akkor mihez kellett még ez a növény? És tudom, hogy volt egy olyan is. Vagy az nem itt volt? Ja, itt volt, ehhez kell még vakont. Ja, és akkor azt fog kelni majd jobban. Mondja, hogy
Na, nem is fogok fázni. Jó, gyorsan akkor elültetem, megcsinálom a maradék farmot, és elültetem a magokat. És remélem, hogy majd fog teremni akkor Dragon Fruit, az a legópébe, és akkor el tudom kezdeni termeszteni, mert itt van a madárkám. És akkor azt mondja, hogy igazságban most már nem fog innen semmi se kell lenni. Nem, még egy kaját viszek. Így estele sétálok. Ezt viszem magammal, meg ezt. Nagyon-nagyon igaz. A dinnyét is viszem, mindent megeszek. Ó, ráadásul még fákjáznom se kell. Az a baj, hogy most már nincsen olyan hűde, érdekes dolog, amit így este csinálhatnék. Jobb is itt teli holdkor. Van még egy dolog, megcsinálhatom a Tuning Gold Chester-t. Az is majd így nagyon a vége felé lesz. Közben ezeket betalom. Mert már ilyen rohadt, hát romlottabb állapotban voltak. Komoly fázol? Komoly? Akkor menjünk vissza a hőkőért. Remek, most szépen megy lefele a HP. Ja, még egy kicsit hideg van, mivel kék volt a hőkő. Szelet dobok rá. Most már jól lenne indulni. Nem akarok nagyon sokat dekkolni. Jó, akkor van! Rengeteg fám. Abban majd tudok csinálni tűzzel, hogyha majd megint kell. Ezzel meg majd vissza tudom tolni az épeszemet, meg a HP-mat is. A dinnya az egyébként a legjobb olyan növény, ami így termeszthető, és az eszedet növeli. Legalábbis így jön magába. A dinnya az ilyen észnevelő. Gyógyító, meg ilyen kajatöltőnek pedig a Dragon Fruit az a legjobb. És akkor általában a HP az így visszaszerezni az egy kicsit problémásabb szokott lenni, szóval ezért a Dragon Fruit az így OP növényként van számon tartva. Ez még csak szürke. Mondjuk a megvan, az éjszaka miatt kezdtem el fázni, éjszaka még hidegebb van. És gonosz virág is van. Akkor majd megint jól lesz lélek, ez hány lelkem van? 47. Hát mit nem mondjuk, az örület az nekem nem kihívás. Nagy reményhercske, meg akarsz halni? És most jönnek a barátai. Na, DS-be. És akkor most melyik? Don't Star vagy Dark Souls? Dark Souls, vagy tudom. Egyébként gratulálom, melyik volt? Mert az sem mindegy. Meg hogy mivel vagy. Ti egy mágussal próbálkozol akkor szerintem. Kicsikét nehezebb lehetett a dolgot. Ja, most attól függ, hogy megint csak melyik boss. Mindenesetre most szeretnék vakondot vadászni. Közben az ott nem kapott el egyetlen egy vakondot se. Ó, békákat azokat viszont teli. Hagyné? Nem lógatja fel a béka combot. Na, vakondok, hol vagytok? Hol a vakond? A vakond mindenütt. Elsőben nem jöttek elő, vagy mi? És mindjárt kiderül, a színre ráugranak. Jó, akkor megyek a disznókhoz. Ők is fognak kelleni.
Ó, mennyi béka. Lenne, hogy békáső legyen itten a végén. De ezt itt volt a nyári bassz. Az is így fogta magát, azt elment. Mondjuk az csak úgy eltűnt, a téli bassz az még megvolt. Oh. Megint mondta, hogy védjük a fákat, szóval valószínűleg itt újra élethet, legalábbis így életre kelhet egy fa. Viszont nem akarom, hogy ilyen kelljen életre, legalábbis ennek nincsen olyan hű, de nagy haszna. Most ezt a gombát kérem. Most meg itt tudom majd rohadni. Remélem, itt majd lesz jó sok rohadás. Kék gomba az meg csak este nő. És akkor igen, most már fázik. Ah! Warrior? Egyébként a... Warrior, ja, az egy ilyen eszkukra. Tehát... Adjál már! Ott a Warrior-ra jobban kitapasztalod a dodge rendszert. Dodge, dodge, dodge. Azt most megölöm ott. Helyből élből. Elegem van belőle. Igen, tudom, a katedrálisban van. Olyan sokat nem tudok a DS-ről, de azt majd pont tudom. Hova ment? Bement a házába, mi? Nem kellett tenni? Remélem. Várj. Ó, várj, tudom, várj, fölveszem. Gombákat viszem haza. Az a baj, egyébként azért csak akarom, hogy egy ilyen kelljen életem, mivel az keveset ad. Ezek konkrétan csak egyetlen egy ilyen élő fát adnak, hogyha ezekkel a kihete. Az a disznó meg a túltalszik. Nem fele. Kijött az a szából. Meg a disznó is. Na jó, azt mondja, hogy altató jó, ott nagyjából nincsen semmi olyan hülye fontos. Elkészülök a legrosszabbra. Jó, hogy gyere, disznó. Együttes és meghalok. Mert most ketten vannak. Szerencsére az a macska nem támad csak. Az disznóbőr. Na, az is jó lesz. Meggyelete is. Aucs! 3 HP. Na, fel fogom használni. Gyere, halljál már meg. És különben hány HP-t van? Ó! Oh. Na, pont most takadsz meg. Nem baj. Ezért van itt ez. És ahogy elnézem, reggel lett. Jó van, akkor gyere. Férfi a férfival. Ó, oh, és ez is ilyen jó nagy kustad. Nem, vakond! Aj, most... Most így simán megöltem. Pedig ez így élve kéne. Hát is kéne növelni. Na várj, jöjjenek a vakondok. Remélem rámegy még egy ilyen vakond erre. Ezt itt hagyom rohadni. Rohadást itt hagyjuk. Meg akkor... Te nem, a disznókhoz megyek. És akkor legalább feltöltöttem a HP-mat ezzel az újraéledéssel. Másik pók, igen. Na gyertek, disznók! Itt a pajzsom. Ott meg az altató. Majd a vakandokhoz fog kelleni.
No, meg mondjuk meg itt is megnézhetném, hogy ez hova visz le, az a barlang. Az a bánya bejárat. Na, zöld, ez meg a piros. Ja, a kék az meg még magasabbra nő. Na, gyertek disznók! Ó, oh, szia, Zsolt! Voltál már egy párszor, ugye? Jól emlékszem. Most már szerintem igen, igen! Kérdezted, hogy emlékszek-e még rád. Ezt akkor pont nem ugrott be. Hoppá! Na gyere már! Áj, így elmegy. Jó, van ez az ügyes voltam. Na már csak egy ütés, azt meghalt. Gyere, disznóka, kell a húsod. Fókus nem finom, nekem nagy disznóhús kell. Na már csak kettőt kell megölni. Vaj, plusz egy fáradt. Na, nyugodtan. Gyere csak, amikor akarsz. Itt mindig van hely. Ja, live közben. Akkor most kezdted el a live-odat? Közben... Nekem itt meg el. Rendeznem kéne itt a soraimat. Na jó, apas, azt kérem. Gyorsan rakok egy tüzet. Az a baj, hogy meg kell várnom a disznókat, míg fákálnak. Addig nem tudom vadászni őket. Mondja a dinnyét azt jól megsütni, akkor tölti még a HP-t is. Amúgy nyersen nem tölti a HP-t. A kuki az meg magába jó. Zsukarica. A húst megszállítani kéne, hogy sokat töltsön vissza. Na viszont már így is 56 HP-n van, akkor több mint egy újraéledés által szerzett HP mennyiség. Közben addig itt elkezdem talán fát vágni. Az is fog kelleni. Hú, tényleg akkor meg ezeknek a magjából tudok csinálni akkor rendes gyógyítókaját. Na, ezt a szökit is gyorsan megsütöm. Ó, meg a másikat is. Ó, miért van mindig rajtam a cilinder? Most nem baj, mert most így is sötét van, csak... Abban nem szeretném elhasználni ilyen gyorsan. Mondanak, magok. Mennyi mag, de tényleg. Tellapnak engem a madarak mindenféle finomsággal. Meg ti is ezzel a nagy nézőszámmal. És már többet eszek, mint amennyi. Belém fér, de nem baj, legalább tölti a HP-mat. Úgyis ez az elsődleges célom. Meg a vakond, ugyebár. Csak az is hol van. Tényleg? Nem, nincsen két gomba. Pedig az jó lenne. Az önmagába tölti a HP-dat. A cindert viszont leszem. Majd zöld gombával tudom tölteni vissza az SMS. Zöld gombával töltök eszet, nem cilinderrel. Mert a cilinder az itt nem fog egy hamar eltűnni, a zöld gombákat azokat meg egyből be tudom tolni. Ó, remek. Mindjárt felül leszek. Na már te milyen fa vagy? Te vagy a zöld. Viszont inkább kivágok még egy ilyent a magjáért. Zöld gombafa. Ja, és akkor vele tudnám tölteni az eszemet. Ó, oh, szia Zoli! Közben itt verek egy tábort addig gyorsan. Akkor ezzel visszatöltöm az eszemet. Tök jó. Visszamegy az eszem, és lesz szabad helyem. Mondjuk megvan. Tudom, milyen érdekes dolgok történnek a
telihorszkor még akkor nőnek a gombafák. És ezek annak köszönhetően nőttek ki. Azt akkor már csak két disznót kell megölni. Jó eséllyel. Amúgy lehet, hogy adnak még bőrt. Szóval most a bőrük az nem fog kelleni. Már megvan. Azért ide raktam a tüzet. Mert itt most kettőt felhasználok, és akkor ezeket kiásatom itt. Hol az ásom? Ezt is már olyan sokat mondom. Na azt... Ja, ott fent vannak a disznók, azt itt tán ő töltem, meg ami ott lakik. Mi, ami elő volt a legközelebb. Nem, azt majd felrakom száradni. Most tök jól állok. Az már csak akkor kell, amikor jönnek a vakondok. Addig itt átcsoportosítom a dolgokat. És akkor kelleni fog nekem kétszer két vakond. Remélem addig még megmarad az a... az, amit így az a féred dobott, hogyha nem, akkor meg majd lesz trágya belőle. Sajnos. Fákja nincs nálam! Tényleg nincs fákjám? Az pedig kell. Jó, így. És akkor megyek vissza a disznókhoz. Igen, ebbe itt nem laknak, mivel nem még a villany. Hol a... ez kell. És akkor ott van az első áldozatom. Na gyere! Látod, mit fogok belőle csinálni? Az a táska ott belőletek készül. Nyaljás készül. Oké, és már csak egy fog kelleni. Jó, őket öltem meg, és akkor ott lesz fent a következő. Ó, eső, remek. Hát tudom, mi hiányzott az életemből. Akkor itt így 70 hány nap volt, mire eltelt egy év? Tehát így meg volt mind a négy év. 70 akárhány nap. Na gyere, ahó, megütöttél? És bört ad. Volt olyan pofátlan, hogy bört adjon. És kénytelen leszek megölni a másik disznót is. Na gyere, gyere Piggy. Jó lesz. Ez az. Ó, na jó, most már gyere te is. Gyere ki a szabadra. És elmegy. Az a baj, igen, gyere. Amikor elkezdett visszafele sétálni, akkor azért nem támadtam meg, mert egyből megfordul, azt megütött. Ajj! Ne kussál már! Hoppá! Nyajás! Na jönnek a barátjai is. Még egy ütés kibírok. Akkor nem biztos, hogy ezzel a két disznóval megküldtek most már. Így viszont már lehet. Jól van. Gyere, 1v1. Nyami, nyami, sok-sok disznóhús. Na, hol van az utolsó, mert azzal is megküzdök. Az is innen feljött le. Na gyere! Ó, vagytok még egy pár. Nem, de fáz, megeszem. Csak hogy így legyen helyen. Így most házok. Jó, nő az utolsó disznó, csak megkisztek. Ó, nem, jön még a többi is. Aus. Oké, viszlát, nem, én mentem. Az a baj, hogy tönkre ment a pajzsom. Most már nem harcolok ellenük.
Ja nem, rajtam... Nem is volt rajtam a pajzs. Ajj! Hát... Azért lett ilyen kevés most tápém. Na mindegy, hazamegyünk, azt itt... Mindjárt visszatoljuk az életemet. Remélem úgy közben nem jön semmi, ami megölhetne. Közben azért az esernyőt vegyük elő. Még vakondot is kéne ölni. Úgy érzem, hogy vakond az már nem lesz meg. Vagy... belém ne csapjon a villám. Most nagyon félek attól. Azon gondolkodok, hogy oda a lenti táborhoz ne rakjak-e egy ilyen sütőt. Na, meg tudom sütni a kaját. Vakond. Na, itt milyen gombák nőnek? Piros. Kék. Piros. Na, gyere vakond, mit adjak neked? Adadom neked a kovakövet. Gyere ide. Helyes. Aludj már el! Jó, elaludt. Nem aludt el! Nem aludt el. Remek. Na mindegy, visszamegyek, azt csinálok oda egy ilyen kement, bár az még több szintjább. Akkor egyből egyenesen hazamegyek. Közben tudok használni fákját, meg felveszem a cilindert, és akkor az is majd így véd az esőtől. És én mit tudok, hol a cilinderem felveszem most? Közben itt hagytam valami értékeset, amit esetleg... most már nem fog kelleni. Van itt egy hamu, snowbird is itt van. Ó! Az! A vakond megeszi a hőkövet. Mondhatom itt. Itt meg mit hagytam? Ja, csak ezt. Akkor irány vissza. És akkor tök jó, mivel a cilinder meg az esernyő az így védenek az esőtől, gyakorlatilag most már csak lefele megy. Mondjuk az esernyő jobban véd, az több, sokkal több. Többet dolgozik. Sötétbe hazasétálok. Azon gondolkodott, hol lehet még lélekfához jutni. Tudom, hogy vannak ilyen sűrűbb erdők, tehát ehhez hasonló, csak sokkal sűrűbb. Még erre körbenézhetek. Erre van még egy biom, hát ha lesz ott egy ilyen sűrű, vagy erre. Ott szoktak nőni ilyen... hát... ilyen érdekes fák. Az a baj, hogy most az eső miatt fázok. Kicsikét felmelegedek itten. Mert például csak egy nagyon kicsit. Mindjárt csinálom a következő fákját is. Az a baj, hogy elsőben nagyon gyorsan mennek tönkre az eszközök. Jó lenne 40 előtt hazaérni. És ugye a víz 40 előtt. Jó, remélem meg lesz. Akkor ezt így oldjuk meg. Ó, itt is van egy kivágott fa. Dogi, ne! Ne most! Hol a fákján?
Na, itt hagyom ezt nektek. Nyavajás kutyák, de most komolyan pont most. Jó, futás. Nem baj, ezt fel fogom használni. Na most meg itt vannak a nyomomba. Ez az rendes kutyák. Tudjátok, hogy mikor kell beugrani. Ahogy mennétek el a... Meg van fagyos is. Lehet, hogy inkább a bölényekhez kell volna elindulnom. De megvan. Van egy boxrészek itt bal oldalt. Arra elmélek jó messzire. És így... Az se közel van. Kéne már egy pánik szoba, de tényleg. Kár. A legjobbkor. Most nem akarok velük megpróbálkozni. Ráadásul még mindig sokan vannak. Na, gyertek. Az. Oké, az egyik fele elaludt. Jó van, másik fele is. Egyelőre aludjatok ott. Ez a furú jó OP. Nézzétek, milyen szépen alszanak ott. Azt kicserélem. Hol ugat a maradt az utolsó? Ja, hogy Chester támadja a nyavajás. Aucs! Aludjatok már el! Jól van. Köszönöm. Ó, megölték! Blumer! Akár! Megölték a bogaram! Kis bogárkám! Legább Chester még életben van. Na már hol hagytam a táskámat, a nagy disznót. Ott hagytam. Gyorsan megcsinálom azt a gyógyítót. Akkor most az én táborom szenvedte meg. Na már az kell, és végre van Dragonfruit is. Ha minden jól alakul, akkor majd el tudom kezdeni termeszteni. Ebből kérek 12. Először kettőt. Már. És leszedem akkor össze, hogy... Ha minden igaz, van már elegendő fám. Csinálom azt az újra jeledő bábut is. Most már. A szörkélem. Persze, nincs helyünk. Ledobom. Tessék, most már van helyünk. Mit vett? Ja, várja, persze a ször. Nem Chesterbe tároltam. Abba a Chesterbe tárolom ezeket. Azaz. A szörnyhús az meg. Nem fér el nálam. Na mindegy. Azaz, szegényke. Ezért majd meglakolnak. Megnézem, hogy lehet újraéleszteni. Valószínűleg megint teli hold kell, hogy legyen. Várj! Jaj, oké, itt vannak a cuccok, amik kellenek nekem. Akkor már ennek a szarjait is így egybe tolom. Gyógyítani magam. Igen, teli vagyunk. Na nézzük. Ja, az is megromlott. Akkor most már nem megy. Na várj. Rakhatnék a 10-re.
rárakom a rohadást. Mondom, felveszed. És akkor ezzel begyújtok. Egy, három, és negyedik. Ezt meg így berakom. Helyből élből. Azt mondja, hogy akkor már csak fadeszkákat kell legyártanom, abból is négyet. Lehetőleg jókkor jöttek a kutyák. Tényleg. Na, ide kérem az újraéledő bálbomat. Na, halhatatlanság. Azaz, még későbbi tényleges halál, mivel ezzel így most a tényleges halált így el tudom késleltetni. Jó, ezt elsültetem. Remélem, léci kettőt adj. Két Dragonfruit magot kérek szépen. Really? Really? Egyet kaptunk. A gránátom is jó gyógyító eszköznek. Na jó van, elég sokat fogok még tügyködni. Gyújtsunk be. Ezt is így sütve, még többet gyógyítson. És igen, akkor most kevesebb is a maximális HP-m. Mert itten visszaélek a természet törvényeivel, és egy extra élettel rendelkezek. Akkor is elültetem a magokat, azt ne hidd. Hol a fákján? Azt hiszi, hogy ha besötétedik, akkor itt nem fogom elültetni a dolgokat. Még alszik ott még egy pár kutya, szóval meg azokat is meg kell látogatnom. Akik voltak olyan kedvesek, hogy rám támadjanak. De akkor meg csinálhatok már valami értelmes a kaját is, hogyha már itt összegyűltek itt a dolgok. Miért tettem elő hamut? Nem, azt a kinti hűtőből hoztam, ami a másik bázisomnál volt. Jó, kő, tol, Chester. A Chesterből is van hamu. Mindjárt visszamegyek azokhoz a nyavajás kutyákhoz. Elméletileg akkor még ketten vannak, ugye? Talán. Na várj. Kísérlet következik. Most már megvizsgálom, ez már egy ideje érdekel. Megéri-e berakni négy szörny húst a szörny az anyjához? Vagy inkább külön-külön süssük meg őket. Szörny az anyja, az tölt. Harmincnyolcat, még egy ilyen kis hús. Sokkal jobban megéri, mert ez több mint 10-et töltött. És ugyebár 4 húst kell belerakni. Azt a rossz csápot is kérem. Na, csak te vagy itt. Ez az, haj. Téged is megölek. Ez az, tönkre ment a fegyverem. Jó, ugat. Hát. Legjobbkor mentem hozzá. Mindegy. Ugh.
villangópitéhez mi is kellett? Muskacok. Mi kell a villangópitéhez? Jó, meg még az a három fogott összerogyni. Azaz. Na, gyere ide. Ide, gyere. Nézd, mi van ott, nézd, mi van ott, kaja. Ugye? Tetszik? Helyes. Életképtelen madár. Aj, de most tényleg. Mi volt ez? Lerakom a kaját, és akkor már nem menekülök. Villangó, pite. Mit is igényelt a villangó, pite? Betolom nyersen. Na, azt a nézet mind megettem. Ja. Valami olyan kín, ami tölti vissza a statjaimat. Ó, tök. Legyen két tök, van ilyen gyümölcsös, zöldséges kebab. Padlizsán kellett hozzá, ha jól tudom. És akkor közben meg elkezdhetem csinálni akkor a másik tábort, úgyis az volt a legeslegelső tervem. Glomervix szárnyai. Glover szárnyai. És Glomer világja. Szegény, majd visszaviszem a teli holdkor. Tessék, ez volt az a tökös étel. Vagy padlizsános. Tényleg? Kíváncsiságból. Így mi lesz? Ugyanígy meg lesz a kebab, hogyha csak egy batot, egyel több batot rakok be? Nem, oké. Akkor téged beraklak rohadni. Akkor három hús és egy bot. Akkor rögtön feldolgozom a szörnyhúst. Na nem, a szörnyhús volt akkor a hiba. Ja, megvan, más is kell bele. Hát miért nem szóltok rám, hogy hülye vagyok? Jó, akkor... Most lesz kebab. És akkor megszóljatok rám? Na, kicsit akad. Kicsit akad a felvétel. Na, meg akkor már mit is akartam. Nos, ebből most értem vissza, hogy oké, végre lehet csinálni így könnyű a dolgokat. Na, először is egy külfarmot akartam. Meg akkor a Dragon Fruit-ot végre termeszteni. Kéne nekem most a legjobban. Hol van a borotvám? Táskába hagytam. Hol a nagy táskám? Azt ott hagytam. De ugye nem nagy táska. Hogyha minden igaz, most tönkre is ment a rossz pajzs. Jó, azt is elhasználtam. Jó. Azt is eselni jött a kézbe. Aztán kéne csinálnom. Nyilak egy ideig nem lesznek. Tudnék, ha lesz, mert most nem fog kelni. Most csak úgy poénba legyártam, hogy legyen. Na, az a baj, hogy fogok fel a tigényel, most ezt nem akarok áldozni. Na, egy biom felvevő, nem vagy később. Na, vagy nem, ezt legyártam most. Ott ez az értelmének.
Így. Milyenek szeret tudnék itt legyártani. Az a baj, hogy a lelkes dolgokhoz kell más is. A... Megvan! Hol volt az a... Nem ez. Ez. Ott tudok szeretni lila gyémántot. Közben, hogyha jól hallom, itt el akarják lopni a tüzemet. Ott van. Takarodj! De nem létezel. Köszönöm a sárnyát, köszönöm. Na, azt mondja, hogy nézem, mi kell nekem. Mandragórát sem nagyon találtam, majd az is jól fog jönni, majd tudok csinálni újabb furuját. Most csak találtam. Na én is az életmentő villámhárító. Hogyha az nem lenne, megint lágra kapna az egész bázis. Ilyen tudós masinákat is legyártatnék. Nincsen több tudós? Két. Na, azért. Itt van a puskaport. Ó, azt akkor mindjárt lecraftoljuk a Dingrúdot. Kérek egyet Chester. Mondom, egyet kérek, köszönöm. Ez jó lesz. Figyeljetek, köszönöm. Emlékeztek, hogy voltak ezek a minimappok? Oké. Voilà. Na, ki ismeri fel ezt? És ráadásul most nem mini Survivor-t játszunk. Itt is vannak ilyen ketyerék, amiket össze lehet gyűjteni. Ó, remek. Látom, elment. Na szóval, nem tudom, hogy melyik őtök ismeri fel ezt. Ezt a ketyerét, ami nekem jelzi, hogy... Itt volt egy ilyen kis vacak. Ott van egy ilyen kis vacak, és még itt valahol a közelben is van egy. Erre nagyon nyelez. Jó, pillangó. Ezt is levadázták itt közben a kutyák. Kíváncsi vagyok, hogy most olyan melyiket jelzi. Attól félek, hogy lehet, hogy nem fogja azt jelezni, az messze van még. Mindenesetre itt még nagyon nem jártam. Ah. Ah, és ennyit a kézbe. Nem elkezdtem átütesedni. Na, se baj. Azért vannak a gombák. Közben itt felfedezem a maradék területet. Majd akkor már be is gyűjtem a bokrokat. Na, meg most már azért nem is megy lefele az eszünk. Na gyere ide, te zseni! Gyere ide! Ide! Az végre észrevett a kaját. Kéne még egyet ütni bele. Á, és talán a másik bokorba bemegy, de nem. De nem, most leeszi. Na, hol a fegyverem? Hol a fegyverem? Köszönöm. Gyere, egyél, itt van még finomság, gyere, nyom, nyom. Oda, vedd észre, hogy ott vannak a magok. Fogyók. Azért. Én mondom, zseniális ez a madár. Olyan, mint a dodó. Csodálkozok, hogy ki fog halni.
Milyen úri pókok vagyunk. Esernyővel meg cilindárral. Itt meghagyom ezeket. A virágban mennek aludni a pillangók. Na, ez is érdekes. Fűkkel nekem, de kivel. Ott az van. Most elkezdünk füvezni megint. Azt nézem, hogy még erről nem fedeztem fel a terepet. Most már ezt is betöltöm. A fekete lyukat. Hogyha már itt járok. Van nálam rothadás? Nincs. Viszont akkor most már betolom a kebabot. A kebabot. Köszönöm. Ne, a kosarat vett föl. A csapdát. Na, rohadásra gondoltam. Rohadt. Nem tudom, az már nyúl volt, vagy már csak a répa, vagy mi. Mindenesetre jól fog nekem jönni a trágyázáskor. És kedvesek a pingvinek, itt hagyták még a jegüket. Na, kinőtt a Dragon Fruit. Meg minden más is, és akkor gyorsan begyűjtem a jeget is. Tele vagyok már mindennel már megint. Ledobálom a dolgokat. Ültetünk egy párat. A lelket is ledobom. Akkor nem fog kelleni most egyelőre. Szén, a nádat is ledobom, mindent ledobok. Cilindert is ledobom, esernyőt is ledobom. Kérek szépen két Dragon Fruit magot. Kettőt kérhetném szépen. Really? És visszaválaszol. Kár! Meg ezeket is trágyáztatom, meg itt azt mondja, három trágya fog kelleni. Én megkérdezem tőle, hogy really? És akkor igen, kár. Pont három van tökéletes. Meg akkor ezt is berakom. Ebből is tök jó kaját lehet csinálni. Azt mondja, hogy egyszer ezeket leszedem. És akkor megtrágyázom. És akkor ezután még a jeget szeretném még gyorsan elrakni. Nem hoztam a magokat. A magokat nem. Ebből random lesz, hogy mi fog nőni, és akkor remélem, hogy megint lesz Dragon Fruit, az majd kéne egy hatalmas mennyiség, és akkor már csak azt fogom termeszteni. Az a baj, hogy nem mindig ad kettőt vissza, az kicsikét ritkább, majd hogyha több lesz, akkor tudok sokat visszakapni. Szóval ezt a rossz csákányt kérem, azt elhasználom. Százon van! Na még ilyet. Meg akkor lesz kövem is. Azt mindjárt rám sötétedik rá, meg gyorsan azt bányasszuk ki. És most voilà. Csinálok egy húsgombócot egyetlen egyszerűen húsból. Már megint nincsen alapanyagom, mit rádobni a tűzre. Lelket nem dobhatok a tűzre? Hát tényleg. Legyen tartalékba is ásó. Na, melyik ásónak rosszabbak a statjai, akkor azt viszem. És nincsen aranyásom. És legyártok egyet gyorsan.
azzal se kell ilyen bajlódni, hogy egyszerre csak tönkre fog menni. Azt mondja, hogy élet akartam felhasználni. Á, vigyád. Tegeljek még tűzzel. Szerintek itt jön az a nyavajás. Hoppá, kikerültük egymást. Milyen hosszú karja van. Akkor gyorsan lekraftolok még egy fákját, csak hogy legyen kéznél. És akkor még egyet megsütök. És akkor elkezdhetném felépíteni a fenti bázist. Jó, fa nincs nálunk. Jó, az meg lesz a dögivel. Akkor ide felrakom azt. Ami így csak egyszeri. Ilyen különleges dolgokhoz kell. Jó, és... akkor kibányászom ott a jeget, meg útközben várok egy pár fát. Hogy meg legyen a tábortűzhöz, az állandóhoz. De természetesen most akarnak életre kelni a fák. Véletlenül sem. A gyengébb ásot kérem, azt szeretném tönkretenni. Több is kiaknázom a maradéknyi. Hát, durability-ét. És elgyőlt a kézbe. Ó, na itt már van egy kevéske tojás. És most, hogy itt mindent összegyűjtettem, le is dobom őket egybe. Majd visszafelé, hogyha lesz még szabad helyem, akkor felveszem. Na itt a csárkányom. Nem, visszaviszem most a jégjel. Akkor már egy kis rohadást is viszek. Hát nem is körbe kéne nézni, egy kicsit lejjebb van még egy biom. Itt nem fedeztünk fel, ez itt. És meg lehetne még nézni. Hol az esernyőm? Köszönöm. Az ébelmény kellett egy kicsit lemenni. Szerintem viszem magammal a gombákat, meg fogom sütni. Most, hogy nem halok már meg olyan... De legalábbis meghalok elég sokat, viszont nem úgy halok, hogy... újra kezdődik az egész játék, most már nem olyan izgalmas, mi? Most már nem szenved a Twitch Earth live-olót. Meg oda megy a tojás is. Jó, a rohadás meg a... még az meg ide. Igen, és akkor azt mondtam, hogy a gombát ott nem meg fogom sütni. Igen, tél vagyok, nem fekom ezt a hűtőben, akkor azt akarom, hogy megrohadjam. És akkor azt mondja, van elegendő fám. Irány fölfele. Nagyon furdal a kíváncsiság. Már indulok erre. Nem van furdal a kíváncsiság, mint hogy megcsinálom azt a fenti tábort. Hát, hogy lesz itt valami hasznos új terep. Mondjuk itt is vannak kövek. Mint egy újabb temetőnek örülnék onnan. Nagyobb esélye lehet gyémántokat szerezni. Ó, és akkor itt van az el. Egyik ilyen masinadarab. Valószínűleg ezt jelezte nekünk itt a műszer. Akkor a törzőt is majd oda tudom adni a disznó királynak. Ezeket a gonosz virágokat meg majd később fogom majd így leszedni. Learatom őket. Hát ezek is hasznosak lesznek. Vagy hogyha meg akarok örülni, akkor ide visszajöhetek értük. De majd inkább lelket csinálok belőlük. Bár azt is minek. Teli vagyok velük.
macsár. Na, gyere tudsz, aki engednek. Na, ennyi volt. Most... ó, remek, kövesbiom. Még egy. Ezt... kihangsúlyoznám, hogy még egy. Még szerencsére ez nem olyan nagy, de... egy. Kihangsúlyozom, egy biom. Két biom. És akkor most már van egy harmadik is. Hogyha kőből lenne hiányom. Nem tudnék lemenni a barlangokba szerezni. Még teljesen felfedeztem az egészet. Meg itt a szélét. Egyszer csak azt veszik észre, hogy nincs mit felfedezni a mappon. Mint egy ládát akartam még odaföl. Na, az se most lesz. Kovakőből meg már tele vagyok. És ebből a kovakőből abból csak a alapfelszerelésünk készült, utána nagyon nem fog kell lenni. Még a hőkövekhez kell. Azon kívül már csak ezt a kiskövet használjuk. Felfedezem akkor a környéket. Meg majd akkor ezeket is elkezdtem összegyűjteni. És akkor lesz majd megint egy nagy program, egy projekt. Ide összerakni az összes ilyen ketyerét. És akkor beleszúrni ezt a vackot. És akkor gyakorlatilag át tudok kerülni a másik világba, az a hajótörött verzióba. Akkor majd ott is fel tudok fedezni. És tényleg kérdeztétek, hogy lesz-e akkor hajótörött? És szerintem lesz. És már elég nagy eséllyel lesz, mivel oda fogunk menni. És akkor tök jó, mindig négy tárgyat átvihetsz a két világból. Tehát az egyik világból a másikba. Na, ja. Na, mindjárt sem adom egy fákját. Gyártjuk előre azt. Ott van még egy üres volt, na azt ott nem hagyhatom. Nekem egy teljesen 100%-osan felfedezett térkép legyen. Ó, ráadásul kő is volt. Na, és tényleg még egy ilyen nagyobb kő is. Pont abban a kis fekete lyukba. Na, itt milyen gomba van? Piros az reggelnő. Ráadásul az haszontalan. Csak így főzni lehet, külön haszna nincs. Na, legalább akkor követ most gyűjtettem konkrétan bányászás nélkül. De már ilyen kis foltok mindenhol. Most már csak ez lesz a esti program, hogy betöltsem ezeket a kis foltokat. Mondjuk nem, az víz. Itt van egy folt. Na, kész, most már felfedeztem a teljes területet. Legalábbis itt ezt a lentit. Na és... egy kicsikét használni kell ezt a fákját. Na, azért nem lenne semmi, hogy megtámadjon. Beleszem a csápommal.
Jó, meg akkor... szerintem meghagyom, hogy tovább nőjön még hosszabbra, akkor még több fákját kapok. Akkor lecraftolok még egy fákját, biztos. Akkor a tábor tüzeket is megcsinálom. És főleg azért kellett a kő. Na, és akkor megint fát vágunk. Tehát mi mással nem kezdhetjük a napot, mint egy kis friss favágással. Meg ásással. Csak a kínálásom. Van nálam rohadás, nincs. Ezeket is majd itt ledobom az út mentén, majd felveszem legközelebb, hogyha úgy alakul. Na, hol van még? Kivágok egy kicsit. Kezd. Ez egy kicsit nagyobb, és mégis kicsi. Na így, és akkor itt most felszabadult nekem egy hely. Az meg egy ládára elegendő. Várj, van az út mentén, rakom le a dolgokat. Gyerekek, vettem itt egy piros gyémántot. Na, van még egy újraéledő kövem. Ebből akkor fel tudom használni a sok-sok lelket. Akkor lassan már lehetünk is egyet. Felém jössz, vagy nem? Téged nem most fogom széttörni. És akkor ide rakok egy állandó tábort. Szóval azon gondolkodok, hogy egy hűtőszerűen. Hogy gyűjtsem talán a jeget. Vagy azt ne. Megépítem ide a második táboromat, a harmadikat. Mert igazságban már van lent egy. Na. És közben visszatolom az eszemet. 15-öt tölt vissza. Voilà. És akkor még azt, hogy itt is megeszem, azt meg lesz a programom. Bányászás. Na, kezdjük az arannyal. Hát akkor tudok majd csinálni egy újabb csákány, hogyha esetleg kifogynék. Abból is 2 fog kelleni. Na, csak várok még úgy közben. És akkor még rengeteg jeget is tudok innen majd hazavinni. És tök jó, mert így nem kell egyszer elmennem, eljönnöm ide, aztán vissza a főbázisomhoz, hanem azért van itt ez a kis tábor. Ó, ott meg valami megrohadt, valószínűleg egy mag. Jó, akkor meg ezt is, majd rárok ma tűzre. Azt telihold az majd csak későn lesz mi. Hát akkor tudom újraéleszteni a bogarmat. Bogárkámat. Aki hősi halált halt a tábor támadásokon. Na nem baj, őt is újraélesztjük, itt mindenki újraélet. Nem tudom, eddig hány halálom volt eddig. De tényleg, meghaltam egy jó párszor. Felhasználtam 3 amulettet, meg 2 szoborot. Tehát így 5-ször meghaltam már. És úgy vagyok most a 81. napnál. Meg ez is fog kelleni. Kell a puskaporhoz, meg amúgy a fagyasztógépek alapanyaga is a fagyos tűzhöz. Gyorsan lemegyek és azt az egy magányos követ begyűjtöm. Szegény most megszabadítom a szenvedésétől, nem lesz egyedül és nem lesz magányos. Lehet, hogy ezért akarnak megölni? Mivel Weaver mindig magányos. Sajnos nem szeretik őt az élőlények, mondjuk a pókok szeretik.
ami az se teljesen igaz, de követik, hogyha kell. Ó, remek eső. És most egy rohendi költ a szívítok, majd lesz kül a tudós masinákhoz. Meg arany. Az arany az a későbbiekbe kellni fog, meg majd jég is. Azt is azt gyűjtem, de azt majd a vége felé fogom ezt gyűjteni. Mivel amint gyűjtöm eljeget, az elkezd romlani. Szóval azt így most a végére hagyjuk. Mindjárt de is fog kell menni a nap. Szerintem azt így megvárom, aztán fákjával vissza a tábortűzhez. Azt nem is tudom, mivel kéne. Talán azzal a maradék három fával beszűjtök. És akkor átpakolok a chestbe. Szerencsére van még idő. A arany. Megint kéne már egy ilyen pár őrült pillanatok, hogy mindenki rám támad. Az de jó volt. Tényleg egyébként jut eszembe, hogy majd... volt egy feliratkozás? Azt nézem, hogy 17-en vagyunk. Köszönöm, és bocsika, hogy nem vettem észre azonnal. És az effektet se mutatta. Nem, egy bagos vacak. Avagy... szerintem indítottam? Nem tudom, úgy emlékszem 16 volt. Úgy emlékszem 16 feliratkozom volt a videó elején. Tehát ugyan vagyok a hülye. Vagy egyáltalán nem működik az arancsőr, és nem jelzik nekem ki előre az atombombát. Tudom, így mutattam egy páratoknak, hogy ilyen jó sepek van, de azt most nekem nem vettem észre. Vagy hülye vagyok, és 12-tel kezdtünk, vagy nem mutatja az effektet. Na, azt mindig összehalmozom a kova követ, meg a sima követ. A lárda is bemegy, most nem fog kelleni. Beszélnébe pihenek. Abból is kraftolhatok egy újabb, mint szerencsétszer, azt nem disznópölt. A verrabból is most már annyi van. Tudom én, 7. De az is már rengeteg. Túlélő, és azt mondja, a 2 fok van áll. Ennyi a disznópölt. Megyek még szerintem egy pár kört. Ha. Most még lekraftolok gyorsan egy sárkány. Az! Persze! Köszi! Köszönöm! Tényleg! Imádlak! Nem tudtál vala máshova belecsapni? Akkor elkezdtem gyűjteni a jegyet. És megyünk vissza haza. De nincsen több fáj. Szerintem szeret a játék. Szeret szivatni. Mi volt ez a hang? Na, no, no, most megy a tűzfíver. Nem lesz mondjuk valami ezen. Itt ugye lehet megint fognak jönni a kutyik. Vagy csak a víz? A víz szerintem lehet, hogy arra gondolt. Vagy már ötletem sincs. Hát, kovakőből teli vagyok, hagyjál a kovakővel. Akkor majd ezt is ledobom. Kovakő, mondtam, hogy nem kell. Ide gyűjtöm még mellé a köveket. És szeretnék jó sokat felhalmozni.
az, ami nagyon fog kelleni majd. Aranat valószínűleg annyira nem fog kelleni, szóval a sima köveket kutam szét. Ezért a sárga vacakért, mivel abból majd tudok csinálni, akkor puskapolt, és az jó lesz a pozokhoz. Levarom az összeset, csak puskaporral. Ez elég sokat sebez beléjük. Olvastam Wikit, és itt konkrétan puskaporral számolták a boss életét. Ennyi puskapor kell, hogy megadj. Megőrülünk itt, mivel vizesek vagyunk. Ó, de jó, nem volt benne kovakő. Köszi! Végre lehet az eső. Szerintem gyorsan megszáradok, ezt megsütöm a maradékját, megeszem, és lesz helyem. Vihetem a kovakövet magammal. Yippie-yay! Jó. Száradjunk gyorsabban.